Isaac Asimov Kedves kesejük már 15 éve, hogy a hurri lakók a hold rejtett oldalán fölállított bázison tartózkodtak. Ez hallatlan eset volt, példanélküli. Egyetlen hurri lakó sem gondolta volna, hogy lehetséges ilyen jelentős lemaradás. 15 éve várakoztak a dekontamináló csapatok, Készen arra, hogy áthatoljanak a radioaktív felhőkön, s megmentsék mindazt, ami még a túlélők javára lehet. Persze igazságos jutalom ellenében. A nagy bolygó azonban már tizenötször megfordult a napja körül, s minden fordulata alatt természetes kísérője 13 kört írt le körülötte, s még ezen időszak végén sem tört ki semmiféle nukleáris konfliktus. Persze az értelmes nagy főemlősök felfelrobbantgatták nukleáris lövedékeiket a bolygó különböző pontjain, s a stratoszféra tele radioaktív szeméttel már rendkívüli mértékben szennyezett volt. De háború nem tört ki. Devien hőn remélte, hogy hamarosan felváltják. Ő már a negyedik kapitány volt eme gyarmatosító expedíció élén, ha ugyan lehet még így nevezni ezt az expedíciót 15 évi felfüggesztett tevékenység után, s teljesen logikusan feltételezhető volt, hogy egy ötödik kapitány is érkezik majd. Most, amikor szülőbolygójuk úgy döntött, hogy egy főfelügyelőt küld ide azzal a feladattal, hogy személyesen tanulmányozza a helyzetet, felváltása bizonyosan nem késik tovább. Davien a holt felszínen tartózkodott rövid nyakú szkafanderében szülőbolygójára gondolt. Hosszú, vékony karjai idegesen mozogtak, mint a fájnának. Millió éves ösztönök, a hajdani fáramászások erőfeszítéseitől. Davien mindössze egy méter magas volt. Sisakja arcüvegén át csupán egy ráncos fekete arcot lehetett látni, melynek közepét húsos ordíszítette. Ezzel ellentétben az állát ékesítő finom szőrcsomó a legtisztább fehérnek látszott. Ő hátsó részén, kevéssel az öve alatt egy kidudoró rész lehetővé tette, hogy a hurri lakó kényelmesen megpihentethesse rövid farkát. Davien természetesen teljesen normálisnak tartotta a megjelenését, de tökéletesen tudatában volt annak a különbségnek, amely a huri lakók és a galaxis többi értelmes lénye között fennállt. Csak ők voltak ilyen kis termetűek, csak őket égtelenítette farok, ők voltak az egyedüli vegetáriánusok, s egyedül ők tudták elkerülni a nukleáris konfliktust, ami minden más lakott bolygót megsemmisített. Davien egy sikságon állt, amelyet oly nagy távolságban vettek körül a falak, hogy évelt függőleges részük már nem is volt látható a horizonton, a hurrin ezt kráternek neveznék, ha kisebb lenne. A sikság déli szélével egy vonalban, ahol mindig védekezni lehetett a közvetlen napsugárzás ellen, kis városka húzódott meg. Az ügy persze csak egy ideiglenes táborral kezdődött, de az évek múltán nők is érkeztek a holdra, és gyerekek is születtek. Most már iskolák is voltak, és modern hidroponikus berendezések, nagy víztartályok, minden, ami egy olyan városban szükséges, amely egy levegő nélküli világban épült fel. Mennyire nevetséges! Mindez azért, mert egy bolygó, amely nukleáris fegyverekkel rendelkezett, nem akarta kirobbantani az atomháborút. A főfelügyelő, aki nem halogatta az ideutazást, természetesen azonnal felteszi majd a kérdést, amit Dévien is számtalanszor feltett már magának. Miért nem robbant még ki az atomháború? Dévien a lomha mauvok felé nézett, akik a talaj előkészítésével voltak elfoglalva. A leszállás előtt kisimították az egyenletlenségeket és kerámialapokat helyeztek el, ezek majd felfogják a reaktorok hiperatomlökéseit, s így a lehető legkisebbre csökkentik a hajó utasainak kényelmetlenségeit. A mauvokról még űrhúhájukon keresztül is sugárzott az erő, de ez csak is izomerő volt. Mögöttük kirajzolódott egy hurri lakó alacsony sziluettje, aki a parancsokat osztogatta. Ezeket a mauvok engedelmesen teljesítették. Természetesen. Az összes értelmes főemlős közül a mauvok fizették az adójukat a legszokatlanabb pénzzel. Inkább önmaguk közül küldtek meghatározott fős szolgasereget, de nyersanyagokat nem. Ez az adó meglehetősen hasznos volt, bizonyos tekintetben sokkal hasznosabb, mint az acél, az alumínium vagy a kéziipari termékek. Davien rádiója sercegni kezdett. A hajó látótávolságban van, uram. Nem egészen egy óra múlva leszáll. Rendben, mondta Davien. Készüljenek fel, hogy oda ha a leszállás megtörtént. Az volt az érzése, hogy ez a leszállás semmi jót nem jósol. A főfelügyelő kiszállt az űrhajóból, és öt maúvból álló személyi kíséret követte. Vele egy időben léptek be a városba, mindkét oldalán kettő-kettő, az ötödik mögötte. Segítettek megszabadulni az űrruhájától, majd levetették a sajátjukat is. A mauvok visszataszító, de nem ijesztő lények voltak. Testük enyhén szőrös, széles arcukon durva vonásuk, orcájuk lapos, óruk tömpe. Jól lehet kétszer magasabbak és sokkal szélesebbek voltak, mint a hurrie lakók. Tekintetük ürességében, testtartásukban volt valami a teljes behódoltságból. Vékony, hatalmas nyakuk enyhén előrehajlott, izmos karjaik hanyagul csüngtek. A főfelügyelő elbocsátotta őket. A Mauvok félfordulatot tettek, és egy csoportban távoztak. A főfelügyelőnek természetesen nem volt szüksége védelemre, de mivel pozíciója megkövetelte az öt Mauvból álló kíséretet, az öt Mauva szolgálatában állt. Az ügyekről sem a véget nem érő rituális fogadtatás alatt, sem az azt követő ebéden nem beszélt. Egy órakor, amikor már sokkal inkább aludni kellett volna, a főfelügyelő kisújjaival belekotort szakálcsomójába és megkérdezte. Meddig kell még várni, hogy ez a bolygó döntsön, kapitány? A főfelügyelő szemlátomást hajlott korban volt. Karján a szőr már őszült, és a vállai díszítő szőrcsomók csak nem ugyanolyan fehérek voltak, mint a szakálla. Nem tudnám megmondani, nagyságos uram, válaszolta alázatosan Dévien. Ezek a főemlősök nem követik a szokott utat. Ez nyilvánvaló. A kérdés az, hogy megtudjuk, mi oknál fogva nem követik. A tanácsnak az a véleménye, hogy az önjelentései többet sejtettek, mint amennyit tartalmaztak. Ön elméleteket állít föl, de nem szolgál részletekkel. Kezd elegünk lenni a hurrin ebből a helyzetből. Ha tud valamit, amit eddig elhallgatott, itt az ideje, hogy beszéljen róla. Nehéz bizonyítani a dolgokat, nagyságos uram. Nincs tapasztalatom abban, miként kémkedjünk ilyen hosszú időn át egy nép ellen. Egészen a közelmúltig csak azt figyeltük, mi történik. Minden évben vártuk, hogy kitör a nukleáris konfliktus, és csak azóta kezdtük intenzívebben tanulmányozni ezeket a lényeket, amióta én vagyok a kapitány. Kész haszon, hogy ez alatt a hosszú várakozás alatt megtudtuk tanulni néhányat a bolygó főbb nyelvei közül. Igazán? Annélkül, hogy leszálltak volna a bolygón? Davien magyarázkodni kezdett. Az űrhajóink, amelyek megfigyelői feladatokkal behatoltak a bolygó légkörébe, felfogtak és rögzítettek bizonyos számú rádióadást. Átadtam ezeket a felvételeket a nyelvi elemzőnek, s az elmúlt év során megpróbáltam valami értelmet kihámozni az egészből. A főfelügyelő szemei kimeredtek, magatartása olyan volt, hogy a meglepetés semmilyen megnyilvánulása nem lehetett volna kifejezőbb. – És megtudott valamit, ami érdekes lehet? – Lehetséges, nagy uram. de munkám tárgya oly különös és csak olyan ingatagon tudom kézzelfogható bizonyítékokkal alátámasztani, hogy nem mertem hivatalosan is megemlíteni a jelentéseimben. A főfelügyelő megértette és támadóan ezt mondta. Lenne valami ellenvetése, ha arra kérném, hogy fejtsek így nem hivatalosan, amit felfedezett? Kész örömmel, felelte azonnal Dévien. Ennek a bolygónak a lakói kétség kívül természetes főemlősök, és rendelkeznek a versenyszellem adottságával. A főfelügyelő bizonyos megkönnyebbültséggel sóhajtott, s nyelvehegyét fürgén az órához illesztette. Az a különös meggyőződésem, hogy nem versengőek, s hogy talán... mormogta. De folytassa, kérem! Versengők, erősítette meg Dévien. Sokkal inkább azok, semmint azt az átlag alapján várni lehetne. Akkor hát miért nincs ennek semmi eredménye? Egy bizonyos pontig van eredmény, nagyságos uram. A szokásos hosszú inkubációs periódus után gépesítésbe fogtak, s végül a főemlősök szokásos öldöklései valódi romboló háborúkká váltak. A legutóbbi nagyméretű háború következményeként kifejlesztették az atomfegyvereket, s a háborúnak azonnal vége lett. A főfelügyelő megrázta a fejét. És aztán, a következőnek kellett volna történnie, folytatta Dévien. Kevéssel ezután nukleáris konfliktusnak kellett volna kitörnie, ezen háború folyamán a nukleáris fegyverek romboló hatása gyorsan nőtt volna, de ezeket mégis a főemlősökre jellemző módon úgy alkalmazták volna, hogy a bolygó lakossága gyorsan csökkenjék, míg nem maréknyi éhező maradt volna egy lerombolt világban. Persze, persze, de nem ez következett be. Miért? Véleményem szerint ezek a főemlősök, miután megindították a gépesítési folyamatot, szokatlanul gyors ütemben technicizálódtak. Na és milyen jelentősége van ennek, torkolta le a főfelügyelő. Mindössze hamarabb jutnak nukleáris fegyverhez, ez minden. Egyet értek, de a legutóbbi világháború után szokatlanul erős ütemben folytatták az atomfegyverek fejlesztését. Ez már kellemetlen. Még mielőtt lehetőség nyillott volna egy nukleáris konfliktust kezdeni, a potenciális ölőkapacitás erősen megnőtt, s ma már olyan magas, hogy maguk a főemlősök sem merik a háborút megkockáztatni. A főfelügyelők is fekete szemei ismét kerekre tágultak. De hát ez lehetetlen! Nem is érdekes, hogy ezek a teremtmények technikai téren mennyire tehetségesek. A haditudomány csak a háborúk alatt fejlődik gyorsan. Ezeknek a különös lényeknek az esetében talán nem pontosan ez a helyzet. De ha így is lenne, úgy tűnik, hogy háborúnak lennie kell. Talán nem igazi háborúnak, de azért háborúnak. Nem igazi háborúnak, de azért háborúnak, ismételte a főfelügyelő szintelen hangon. Ez meg mit jelentsen? Nem vagyok biztos a dologban. Dévien idegesen mozgatta az órát. Ez a terület, ahol a kisugárzott és általunk felfogott anyagokból levont következtetések a legkevésbé gyümölcsöző eredményeket adták. Van valami ezen a bolygón, amit úgy hívnak, hogy hidegháború. Bármi legyen is ez, hajtja előre a bolygó lakókat, ebből fakad a kutatás, s mégsem foglalja magában a teljes nukleáris rombolást. Lehetetlen, folytatta a főfelügyelő. Ott a bolygó, mi meg itt vagyunk, mondta Déviant és már 15 éve várunk. A főfelügyelő felemelte hosszú karjait, és a feje köré fonta őket úgy, hogy az átellenes vállát érintsék. Úgy hát csak egyet tehetünk. A tanács szerint fennáll a lehetőség, hogy a bolygó olyan szintet ér el, ahol a nyugtalanság a nukleáris háború határát csúroló béke állapotában van, valami olyasmi, amit ön az előbb leírt jól lehet senki nem említette azokat az okokat, amelyeket ön sorol fel. Minden esetre ez olyasmi, amit nem engedhetünk meg. Nem, nagy uram. Nem. A főfelügyelő olyan benyomást keltett, mintha szenvedne. Minél inkább állandósul ez az állapot, annál inkább nő a lehetősége, hogy ezek a főemlősök felfedezik a csillagközi utazás módszereit. Akkor aztán szétáradnak a galaxisban erős versenyszellemükkel érti? És aztán? A főfelügyelő még mélyebbre bújt a karjai mögé, mintha maga sem akarná hallani, amit ki kell mondania. Hangja kissé eltompult. Ha ezek egy bizonytalan egyensúlyban vannak, adhatunk nekik egy könnyed lökést, kapitány. Kell, hogy adjunk nekik egy könnyed lökést. Dévien gyomra összerándult, úgy érezte, ebédje a torkába emelkedik. Meglökni őket, nagyságos uram? Nem akarta érteni. Segítenünk kell, hogy megkeszessék az atomháborújukat, folytatta kegyetlenül a főfelügyelő. Ő is olyan beteg arcot vágott, mint Dévien. Kell, tette hozzá alig hallható hangon. Dévien szenvedett, de beszélnie kellett. Egy szuszra kimondta. De hát hogyan lehetne ezt megtenni, nagyságos uram? Nem tudom, és ne nézzen így rám. Nem én döntöttem így, hanem a tanács. Biztosan el tudja képzelni, mi történne a galaxisban, ha a főemlősök egy értelmes faja képességei teljében lépnek ki az űrbe, annélkül, hogy előzőleg meggyötörte volna őket egy atomháború. Davian megborzongott a gondolattól. A tiszta verseny szabadjára eresztve a galaxisban. Mégis erősködött. De hát hogyan lehetne segíteni egy atomháború kirobbantásában? Hogyan történhetne ez meg? Megint csak azt mondom, hogy nem tudom. De kell, hogy legyen rá valamilyen eszköz. Talán, talán egy üzenet, amit mi bocsáthatnánk ki, vagy egy mindent elöntő árvíz, amit a felhők mesterséges megcsapulásával válthatnánk ki. Sok mindent művelhetnénk a légkörükkel. De miként lenne ebből atomháború? kérdezte Davien, akit a főfelügyelő még nem győzött meg. Mindez csak példaként említem. Talán nem is sikerülne, de ne nyugtalankodjék, a főemlősök kapva kapnak majd az alkalmon. Végül is ők kezdik meg a nukleáris háborút, ez gondolkodásmódjuk velejárója. Ez az az ok, ami miatt a tanács fontos döntést hozott. Dévián érezte, hogy a farka könnyedén dobolni kezd a széken. Megpróbálta megállítani, de nem sikerült. Milyen döntés, nagyságos uram? Csapdát kell állítani egy főemlősnek is, el kell rabolni. Egy vadembert? Természetesen. Nincs is egyéb ezen a bolygón, csak vadember. És mit remélnek megtudni tőle? Ennek nincs sok jelentősége, kapitány. A lényeg az, hogy kielégítően értsen valamilyen kérdéshez. A lélekelemzés aztán majd megadja nekünk a választ, amit keresünk amennyire csak tudta, Davian kihúzta magát, a feje kiemelkedett a kulcsontjai közül. Bőre pont a hóna alatt undorral megborzongott. Egy vad fő emlős. Davian megpróbált elképzelni egyet, egy olyat, aki nem változna meg, sem az atomháború nyomasztó következményei nyomán, sem a hurri eugenikus nevelés civilizáló hatására. A főfelügyelő meg sem kísérelte, hogy leplezze undorodását, de ezt mondta, kapitány, maga vezeti azt az expedíciót, amelynek feladata lesz egy lényt elfogni. Mindez a galaxis javára történik. Davien már jó néhányszor látta a bolygót, de valahányszor a hold körül keringő űrhajó a látómezejébe hozta, elviselhetetlen nosztalgia hullám el. A bolygó csodálatos volt, méretei, jellemző adatai hasonlóak a hurriéhez de sokkal vadabb és megkapóbb volt. Látványa a holdbéli magány után durva sokkot jelentett. Vajon hány hasonló bolygó kerül ebben a pillanatban is a hurri katalógusaiba? kérdezte magától. És ezek közül hány jut hasonló sorsra? Mert a gondos megfigyelők olyan évszakonként megjelenő változásokról számoltak be, amelyekről feltételezhető, hogy élelmiszer növények mesterséges kultúrája okozza. Vajon hányszor jön még el a jövőben a nap, amikor a bolygók egyikének a légkörben a radioaktivitás olyannyira növekedni kezd, hogy az a telepes csapatok azonnali beavatkozását teszi szükségessé? Amint egy napon ezen a bolygón is ez fog történni. Már csak nem patetikus volt az a bizalom, amelyel a húri először mindent kezeltek. Dévien legszívesebben nevetett volna, amikor a beszámoló jelentéseket olvasta, ha nem vett volna maga is részt a tervben. A felderítő űrhajók szétszélettek, hogy földrajzi információkat gyűjtsenek, és megállapítsák a lakott központok helyét. A hajókat persze fölfedezték, de hát mi jelentősége volt ennek? Most már bármely pillanatban bekövetkezhet a végső robbanás. Gondolták. Bármely pillanatban. De az évek hasztalanul szálltak tova, s a felderítő hajók legénysége arra gondolt, nem kellett volna körültekintőbbnek lenniük. Beletörődtek. Dévien hajója is óvatos lett. A legénység enerváltá vált, a küldetés kellemetlen jellegéből kifolyólag, még Dévien biztosítékai azt bizonygatta, hogy semmi félnivalójuk a főemlősöktől, azok sem tudták teljesen megnyugtatni őket. Ilyen körülmények közt nem kellett sürgetni a dolgokat. Ki kellett választaniuk egy egyetlen műveletlen területet, amely fölött lebeghettek. Napközben 15 ezer méter magasságban lebegtek, s közben a legénység egyre idegesebb lett. Csupán a flegmatikus mauvok őrizték meg a hosszú várakozás alatt is a nyugalmukat. Aztán egy nap a távcsövek felfedeztek egy teremtményt, aki magányosan közeledett az elhagyott terepen. Kezében bot, hátán keresztbe vetett csomag. A hurilakók csöndesen zuhanó repülésben szálltak le szuperszónikus sebességgel. Davien maga parancsnokolt, bőre kellemesen bizsergett. A teremtmény pontosan két dolgot mondott, mielőtt elkapták. Ezek voltak a pszichológiai komputer számára feljegyzett első tényezők. Az első mondatot abban a pillanatban fogták fel a telemikrofonok, amikor a főemlős észrevette az űrhajót maga előtt. Így kiáltott fel. Istenem, egy repülő csészehaj! Davian értette ezeket a szavakat. A repülő csészehaj kifejezés, amely az űrhajóikra vonatkozott, a tétlenség első évei óta vált ismerté a főemlősök között. A második megjegyzés akkor hangzott el, amikor a vad teremtményt bevezették az űrhajóba. Miközben meglepő erővel, de hasztalanul kapálódzott a rendíthetetlen mauvok vasmarkában. Davian lihegett, Húsos óra könnyedén megremegett, amikor a vadember fogadására előre lépett. A teremtmény, akinek visszatetsző arcát valamilyen folyékony váladék olajossá tette, felüvöltött. – Jézusom, egy majom! Dévien ezt a kifejezést is értette. A szó a bolygó legfontosabb nyelveinek egyikén egy primitív főemlőse vonatkozott. A vadembert nehéz volt kezelni, végtelen türelemre volt szükség, hogy egyáltalán igénybe vehessék az értelmét. Kezdetben egész sor roham követte egymást, ezek azonnal kitörtek a teremtményen, mihelyst elragadták a földről. Úgy tűnt, Davien tévedett, amikor azt gondolta, hogy az ötlete a tovább lépést segítő kísérlet lehet. Ehelyett a főemlős folyton csak az ivadékáról és egy nőstény főemlősről beszélt. Feleségük és gyermekeik vannak, gondolta Dévien együttérzéssel. és annak ellenére, hogy főemlősök, a maguk módján szeretik őket. Azt is meg kellett értetni a mauvokkal, akik a vadembert kezelték és ellátták, amióta fogságba esett, hogy nem szabad megsebezni, semmiféle ürügyjel nem szabad fájdalmat okozni neki. Dévien egészen beteg lett a gondolattól, hogy egy értelmes lény árthat a másiknak, még beszélni is nehéz volt erről a témáról, nemhogy ilyen alkalmat elképzelni. És ezt is csak azért, hogy aztán újult erővel tagadhassák ezt a lehetőséget. Ráadásul a bolygó teremtménye ezt a bizonytalanságot gyanakvással fogadta. A főemlősök mind ilyenek. Az ötödik napon, amikor a teremtmény végre úgy döntött, hogy egy ideig nyugodtan viselkedik, talán mert már teljesen kimerült, Davien kabinjában megbeszélést folytattak. De alig, hogy a hurri lakó elmagyarázta egészen prózaian, hogy egy nukleáris konfliktus kitörésére várnak, a teremtmény hirtelen dűrohamot kapott. Várnak? üvöltötte. De hát miért olyan biztosak benne, hogy lesz atomháború? Davien természetesen egyáltalán nem volt biztos benne, de ezt mondta. Mindig van nukleáris háború, s a mi küldetésünk az, hogy utána segítsünk magukon. Hogy utána segítsenek? A főemlős hevesen gesztikulálva egy sor összefüggéstelen kifejezést bocsátott ki magából, és az oldalt álló mauvok lágyan megfogták és elvitték. Dévien fellélegzett. A teremtmény számos megjegyzést tett, és a mentalisták talán hasznosítani tudnak belőle valamit. A saját esze ehhez segítség nélkül már nem volt elegendő. Várakozás közben a teremtménynek nem ment jól a sora. Teste csak nem teljesen csupasz volt, a messziről végzett megfigyelés nem fette föl, hogy a főemlősök egy mesterséges bőrt viselnek a sajátjuk felett, vagy azért, hogy megőrizzék testük hőjét, vagy pedig a mezítelen bőr iránti ösztönös undor miatt. A dolgot érdemes lenne idővel tanulmányozni, gondolta. A mentál számítógép a megfigyelések láncolatából sok dologra következtethetne. Elég különös módon a teremtmény arcát kezdte elborítani a szőr. Ez a szőrzet sokkal sűrűbb volt, mint a hurri lakóké, s fekete. Mindazonáltal a lényeg az volt, hogy a lény nem fejlődött. Lefogyott. Talán mert keveset evett, s ha túl sokáig őrzik, azt megszenvedheti az egészsége. Dévian egyáltalán nem vágyott rá, hogy ezért ő legyen a felelős. Másnap a főemlős úgy, ahogy nyugodtnak látszott. Csak nem szolgálatkészen szólalt meg, s azonnal az atomháborúra irányította a beszélgetést. Ez rettenetes attrakció volt a teremtmény értelme számára, gondolta Dévian. Ön azt mondta, hogy az atomháború mindig bekövetkezik? mondta a főemlős. Ez tehát azt jelenteni, hogy az univerzumban más fajok is vannak, mint az enyém, az öné és az övék. A mauvokra mutatott, akik nem messze álltak tőle. Ezernyi lakott bolygó van, s mindegyiken más-más világ, felelte Dévien. S mindegyik megvívta az atomháborút? Mindazok, amelyek egy bizonyos szintet elértek, igen. Mind. Kivéve minket. Mi mások vagyunk, mi nem versengünk, bennünk megvan az együttműködés ösztöne. Azt akarja mondani, hogy közömbösek maradnak, amikor tudván tudják, hogy kitör az atomháború? Nem, nem vagyunk közömbösek, felelte Dévián szomorú hangon. Megpróbálunk segíteni. Történelmünk első korszakában, amikor az elsők voltunk, akik kifejlesztették az űrutazást, nem értettük a főemlősöket visszautasították baráti szándékainkat, s mi lemondtunk róluk. Aztán olyan világokat is felfedeztünk, amelyek már csak radioaktív romok voltak. Végül egy olyan világra akadtunk, ahol egy nukleáris konfliktus volt kialakulóban. Megrettentünk, de semmit sem tehettünk. Lassan tanultunk. Most készek vagyunk segíteni minden feltételezett világnak, amely a nukleáris korszakban van. Készenlétben tartjuk egy dekontamináló csapatunkat és a genetikai analitikusokat. Dévien a vadember nyelvének ismert fordulatai mintájára építette fel mondatait. Gondosan megválogatva a szavakat még hozzátette. A közvetlen kiválasztást és a sterilizálást is alkalmazzuk, hogy a lehető legteljesebb mértékben megszüntessük a túlélők között a versenyszellemet. Egy pillanatra Dévien azt hitte, hogy a teremtményt ismét hatalmába keríti egy dührom. Ehelyett azonban a főemlős megelégedett azzal, hogy egykedvű hangon azt mondja. Engedelmessé teszik őket, ugye, mint ezeket a lényeket? És ismét a mauvokra mutatott. Nem, nem, ez más eset, mi csupán megelégszünk azzal, hogy lehetővé tesszük a túlélők számára, hogy boldogan éljenek egy békés társadalomban, amely nem képes terjeszkedésre, nem agresszív, s ellenőrzésünk alatt áll. Ennélkül, mint látja, szétrombolnák magukat, s ismételten ártanának maguknak. S maguknak mi előnyük származik mindebből? Dévien habozással teli tekintetet vetett a teremtményre. Valóban meg kellene neki magyarázni, mi az élet legalapvetőbb öröme? Nem érzett még örömöt, hogy segíthet valakin? kérdezte. És azon kívül erősködött a főemlős. Vajon ez jövedelmez maguknak valamit? Természetesen van bizonyos hozzájárulás, amit a húrira kell szállítani. Természetesen. Csupán az ellenértéket kell azért megfizetniük, amiért megmentettük a világukat, tiltakozott Davian. Vannak költségek, amelyeket fedezni kell. A hozzájárulás kismérvű, s a kérdéses világ jellegétől függően számítjuk ki. Ha egy bolygót erdők borítanak, a hozzájárulás lehet évi faszállítmány, egy másik esetben lehet mangánsó. A mauvok bolygója szegény fizikai forrásokban, s ők maguk kínáltak fel fizetésként néhány szemét, akiknek az a feladatuk, hogy személyi szolgáink legyenek. Csodálatosan erősek, még fülelnősökkel szemben is, s mi anticerebrális drogokkal fájdalommentes kezelésben részesítjük őket. Zombikat csinálnak belőlük. Davien nem értette a szót, de érezte a jelentését, sértődött hangon jelentette ki. Egyáltalán nem. Mindez csak azért van, hogy elégedettek legyenek szóga szerepükkel, s ne legyen homvágyuk, Nem akarjuk, hogy boldogtalanok legyenek, hiszen ezek értelmes lények. És mit csinálnának a föld esetében, ha háború tör ki? Tizenöt évünk volt rá, hogy eldöntsük, felelte Dévien. A maguk világa igen gazdag vasban, s figyelemre méltó kohászati technológiát fejlesztettek ki. Úgy gondolom, a maguk hozzájárulása a cél lenne sóhajtott. Azt hiszem, az adott esetben a hozzájárulás alig ha lesz elegendő a kiadások fedezésére. Legalább tíz évvel többet vártunk a kelleténél. Hány fajt adóztatnak meg ilyen módon? kérdezte a főemlős. Nem ismerem a pontos számot, de biztosan többet, mint ezret. Így hát maguk a galaxis kisbirtokosai, ugye? Ezernyi világ rombolja le önmagát, hogy hozzájárulhasson a maguk jólétéhez. Tudja maguk valami egészen mások. A vadember hangja megemelkedett és élessé vált. Maguk kesejük! Kesejük? ismételte Davien, s megpróbálta helyére tenni a kifejezést. Dögevők, ragadozó madarak, amik arra várnak, hogy egy szegény teremtmény szomja hajjon a sivatagban, s aztán felfalják a hulláját. Davian érezte, hogy a felidézett képtől émeig is fogja el. Elfulló hangon tiltakozott. Nem, nem, mi segítünk a világoknak túlélni a pusztulást. Maguk csak azt várják, hogy kitörjön a háború, ahogy a kesejük is várják, hogy az áldozatuk meghaljon. Ha valóban az lenne a szándékuk, hogy segítsenek, akkor megelőznék a háborúkat. Nem a túlélőket mentenék meg, hanem a bolygókat benépesítő fajok összességét. Dévien farka ide-oda csapkodott az izgatottságtól. Megmondaná nekem, miféle lehetőségünk lenne a háborúk megelőzésére? Mi más lenne a háború megelőzése, hanem a háború kirobbantásának ellentéte? Ha a folyamatok egyikét ismernék, a másik már kézenfekvően adódna. A vadember habozott, végül azt mondta. Úgy, hogy leszállnak a földre is, elmagyarázzák a helyzetet. Dévian heves csalódottságot érzett. Ez mit sem segítene? Mégis így szólt Oda menni magukhoz! Ez abszolút lehetetlen. A bőre legalább fél tucat helyen megborzongott a gondolatra, hogy egy napon elvegyül a vadak milliárdjai között. Dévian undorító arc kifejezése olyan beszédes és elfelejthetetlen volt, hogy a főemlős a köztük lévő űrgátján is megértette. Megpróbálta rávetni magát a hurri lakóra, de a mauvok egyike szó szerint a levegőben kapta el, és bicepszének egy egyszerű mozdulatával megbénította. A vadember felüvöltött. – Itt ülnek és várnak, mi? Kesejük! 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 Több napba telt, míg Dévien magához tért. Déviennek a főfelügyelő iránt érzett tisztelete csak nem megszűnt azon a napon, amikor végre a rendelkezésükre állt a vadak lelki felépítésének elemzése. Most már bizonyos, hogy elegendő adattal rendelkezünk ahhoz, hogy megoldást találhassunk a problémákra, mondta Dévien merészen. A főfelügyelő óra megremegett, és kidugott rózsaszín nyelve fölött elgondolkodtató arcot vágott. Egy bizonyos fajta megoldást talán, de nem nagyon bízom ebben a megoldásban. Rendkívül szokatlan világgal állunk szemben. De hát ezt már tudjuk. A legkisebb tévedést sem engedhetjük meg magunknak. Meg lehet, hogy egy rendkívül intelligens példányra tettük rá a kezünket, feltéve, hogy nem egy közönséges egyedről van szó, amely követi a faj normáit. A főfelügyelőt szemlátomást felkavarta ez a gondolat. Davian megszólalt. A teremtmény rettenetes képet rajzolt erről a madárról, erről a kesejűről, mondta a főfelügyelő. Ez teljesen torz megvilágításba helyezi a küldetésünket. Azóta sem enni, sem aludni nem tudtam rendesen. Attól tartok, kénytelen leszek a felmentésemet kérni. A vállalkozás befejezése előtt semmi szín alatt sem, vágott közbe magabiztosan a főfelügyelő. Azt hiszi én talán örömömet lelem abban a gondolatban, hogy dögöt eszem, az ön feladata az, hogy további adatokat szerezzen. Dévien végre felemelte a fejét. Megértette persze. A főfelügyelő sem akarta, mint bármely húri lakó, hogy a atomháború robbanjon ki. A pillanat a legkevésbé sem volt alkalmas döntésre. Dévien bátorságot gyűjtött, hogy újra találkozhasson a vademberrel. Ez a találkozó abszolút elviselhetetlennek bizonyult és az utolsó volt. A vadember arca összezúzódott, amikor ismét megpróbált ellenállni a mauvoknak. Már eddig is oly sokszor megtette, hogy a mauvok minden óvatosságuk dacára ezúttal nem tudták megállni, hogy oda ne üssenek. Azt lehetett volna várni, a vadember ebből megérti, milyen hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy meg ne sebezzék de pont ellenkezőleg, mint a bizonyosság tudata fokozott ellenállása ösztönözte volna a teremtményt. A főemlősök világai csak ugyan ridegek, gondolta Divien. A találkozó már egy órája tartott, s eddig még csak haszon nélküli beszélgetés volt, amikor a vadember hirtelen agresszívan azt kérdezte. Mit mondott? Mióta állomásoznak itt? Tizenöt éve az önök időszámítása szerint, felelte Divien. Úgy tűnik, egyezik. Az első repülő csészealjakat közvetlenül a második világháború után észlelték. És meddig várnak még a nukleáris konfliktus kitörésére? Azt mi szeretnénk tudni? Felelte Dévien automatikus őszinteséggel, aztán hirtelen elhallgatott. Azt gondoltam, hogy az atomháború elkerülhetetlen, mondta a vadember. A múltkor maga azt mondta, hogy tíz évvel többet vártak a kelleténél tíz évvel ezelőtt egy háborúban reménykedtek, ugye? Nem kívánunk erről a témáról vitatkozni, felelte Davian. Nem, üvöltötte a vadember. És most mit fog csinálni? Meddig vár még? Miért nem gyorsítja meg egy pöccintéssel az eseményeket? Kesejű, ne legyen türelmes, provokálja ki a háborút. Mit beszél? Kiáltott fel Dévien, és talpra ugrott. De hát miért is várnának ezen a bolygón, ami a vatember hangja elfult, teljesen érthetetlenné vált, majd zihálva folytatta. Nem ugyanezt teszik a kesejük is, amikor a szegény állati vagy emberi lény túl soká késlekedik a halállal. A kesejük nem várhatnak, körözve leszállnak, és kiválják az áldozat szemét. Aztán várnak míg az maga tehetetlenné válik, s lecsapnak rá abban a pillanatban, amikor meghalt. Dévien felugrott és elmenekült visszahúzódott a kabinjába, és hat napon át betegeskedett. Sem ezen az éjszakán, sem a következőkön nem jött álom a szemére. A szó, kesejű, ott csengett a fülében, és a vadember által felrajzolt végső kép ott táncolt a szem előtt. Nagyságos uram! Képtelen vagyok folytatni a vadember kihallgatását, mondta Dévien. Ha további adatokra van szüksége, azokat nélkülem kell megszereznie. A főfelügyelő arca feldult, arc kifejezése riadt volt. Tudom, ez a keselyű história. Nagyon nehéz elviselni, mégis észrevehette, hogy ez a gondolat nem kavarta föl a vadembert. A főemlősök védettek az ilyesféle dolgok ellen, kemények, érzéketlenek. Ez része a gondolkodás módjuknak, s ez rettenetes. Képtelen vagyok további adatokat szerezni önnek, Jól van, megértem. Minden esetre minden újabb elem csak megerősíti azt az előzetes feltételezést, amit csak átmeneti válasznak gondoltam. Azt, amiről hevesen reméltem, hogy csak ideiglenes. A főfelügyelő behúzta a fejét őszülő szőrzettel borított karjai közé. Van egy mód, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a helyükbe lépjünk, és megkezdjük ezt az atomháborút. Ó, és mit kell tenni? Valami nagyon egyszerű, nagyon közvetlen dolgot. Magam sohasem gondoltam volna rá, maga sem. Mi lenne az nagyságos uram? Dévien már előre rettegést érzett. Jelenleg az a tény tartja békében ezeket a lényeket, hogy az érezhetően egyforma erejű két tömb egyike sem akarja vállalni a felelősséget a háború megkezdésért. Mindazonáltal, ha az egyik vállalkozik rá, a másik, Nos, mondjuk ki kereken, a másik teljes erejével vissza fog ütni. megrázta a fejét. Ha csak egyetlen nukleáris lövedék is hullik a két tömb valamelyik területére, folytatta a főfelügyelő, az áldozatok automatikusan a másik tömböt fogják felbocsátásával vádolni. Úgy érzik majd, hogy nem várhatják meg a következő támadást, és a megtorlás már a következő órákban megtörténik. Aztán másik tömbre kerül a sor, az is megtorolja a maga sérelmeit. Pár hét alatt mindennek vége lesz. De miként bírhatjuk rá a két tömb bármelyikét is arra, hogy útjukra bocsássa az első bombákat? Ez a kérdés, kapitány. Erre nem vagyunk képesek, ezért az első bombát mi magunk dobjuk le. – Micsoda? – kiáltott Dévien. – Így van, elemezze csak egy főemlős gondolkodás módját s önmagától adódik a válasz. De gyakorlatilag hogyan tudjuk majd mindezt megtenni? Egy bombát megcsinálni elég könnyű. Föltesszük egy űrhajónkra, és lakott terület fölé irányítjuk. Lakott? A főfelügyelő elfordította a tekintetét, és kényelmetlen érzéssel válaszolt. Másképp nem lenne semmi hatás? Értem, mondta Dévien. Kesejüket látott, képtelen volt ellenállni. Hatalmas, pikkelyes madaraknak képzelt el őket. Mint a hurri kicsiny békés repülő teremtményei, csak sokkal nagyobbak. Gumiszerű szárnyakkal, hosszú borotva éles csőrrel, amint kőrözve lebegnek, majd lebuknak és csőrükkel kicsipkedik a haldoklók szemét. Davian kezével eltakarta a szemét, és remegő hangon kérdezte. Ki vezeti majd a rakétát? Ki dobja le a bombát? A főfelügyelő hangja cseppet sem volt biztosabb, mint Déviené. Nem tudom. Én semmi esetre sem, közölte Dévien. Képtelen lennék rá. Egyetlen huri lakó sem lenne képes hasonlóra, semmi áron. A főfelügyelő nyomorúságosan himbálta magát előre-hátra. Talán parancsot lehetne adni a mauvoknak. Ki tudna kiadni egy ilyen parancsot? A főfelügyelő mélyet sóhajtott. Hát, kapcsolatba lépek a tanácssal. Most már rendelkezésünk áll minden adat. Talán javasolni fognak valamit. Így történt, hogy a 16. évben a hurri lakók felszámolták a hold túlsó oldalán lévő bázisukat. Semmi sem valósult meg. A bolygó főemlősei nem kezdtek atomháborút, talán soha nem is kezdenek. Minden jövőbeli borzalom ellenére, amely ebből fakadhat, Dévien úszott a boldogságban. A perc azonban nem volt alkalmas arra, hogy a jövőről álmodozzék. Pillanatnyilag éppen távolodott minden világok legszörnyübbikétől. Dévien látta alásüllyedni a holdat, s összehúzódott, amikor feltűnt a bolygó, majd pedig a napja is nem is nyugodott meg, csak amikor az egész rendszer eltűnt a csillagképek mélyén. És ekkor már semmi más sem érzett, csak megkönnyebbülést. S csupán akkor érezte, amint megszületik benne az első gyenge lelkiismeret furdalás ezért, ami majd megtörténhet egyszer. Dévien így szólt a főfelügyelőhöz. Talán minden normálisan zajlott volna le, ha több páciensünk lett volna. Talán hibát vétettek volna és elmerültek volna egy atomháborúban. Nem tudom miért, de kétlem, felelte a főfelügyelő. A mentálanalízis! Hirtelen elhallgatott. Dévien tudta, hogy a vadembert az óvintézkedések maximumával vitték vissza a szülőbolygójára, nehogy bajt okozzanak neki. Az elmúlt hetek eseményeit kitörölték az elméjéből. Lakatlan területen tették le, nem messze attól a helytől, ahol felfedezték. A barátai majd azt hiszik, hogy nem ura az egésznek. Soványságát, zúzódásait, amnéziáját az elszenvedett megpróbáltatásoknak tulajdonítják. De a baj, amit okozott, ha csak nem vitték volna magukkal a holdra. Elfogadhatták volna a gondolatot, hogy kirobbantsanak egy háborút kigondolhatták volna valamilyen módját a bomba irányításának, és létrehozhattak volna valamilyen közvetett, nagy hatósugarú rendszert a ledobására. Az volt a látszat, hogy a vadember keselyű hasonlata hiúsított meg mindent. Ez okozta Dévien és a főfelügyelő vesztét. Amikor az adatok összességét továbbították a hurrira, a tanács is jelentős hatást gyakorolhatott. A bázis felszámolására felszólító parancs gyorsan megérkezett. Soha többé nem veszek részt gyarmatosításban, jelentette ki Dévien. Soha senki nem fog már gyarmatosítani, mondta bánatosan a főfelügyelő. Ennek a bolygónak a vademberei most már fölemelkednek, és a főemlősökkel a galaxisban elterjedő főemlősi gondolkodásmóddal ez a végét jelenti majd a... a... Dévian óra idegesen összerándult. Mindennek a végét. Mindannak a jónak a végét, amit a hurri tökéletessé tett a galaxisban. Mindannak a jónak a végét, amit a hurri a jövőben még létrehozhatna. Maguknak kellett volna megoldani a célba juttatást, kezdte Dévien majd elhallgatott. Mi haszna, hogy erről beszéljen? Bármilyen is a galaktikus környezet. Ők nem lettek volna képesek irányítani a bombát. S ha megtették volna, gondolkodásmódjukban maguk is főemlősök kiváltak volna, és sokkal gonoszabb dolgokra került volna sor, mint most mindennek a vége. dévien a kesejükre gondolt.